Egyre nagyobb a szakemberhiány. Már a térségben működő cégek is azzal küzdenek, hogy nem találnak megfelelően képzett munkaerőt. Közös előadóülés, 25 éves a Nyírségvíz ZRT és 100 éves a Magyar Hidrológiai Társaság. A két társaság közös előadóülés szervezett Nyíregyházán. A nők a legveszélyeztetettebbek. Több mint 42 ezeren élnek ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében cukorbetegséggel, Magyarországon pedig 750 ezer a diagnosztizált diabéteszesek száma. Jövőre 180.500 forintra emelkedik a szakmai bérminimum, képzett munkaerőből azonban egyre nagyobb a hiány. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Már a térségben működő cégek is azzal küzdenek, hogy nem találnak megfelelően képzett munkaerőt. A probléma orvoslásában a szakképző intézmények is részt vesznek. Tiszavasváriban állásbőrzét és pályaorientációs napot rendeztek, amelyen nem csak diákok vettek részt, hanem a térség munkaadói is képviseltették magukat. Egyre nagyobb szükség van a szakképzett munkaerőre. Alig van olyan ágazat, ahol ne szakember hiánnyal küzdenének. Tiszavasváriban rendeztek állásbőrzét és pályaorientációs napot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a térségben működő cégek is egyre több embert tudnának alkalmazni. Ezt az oktatási és képzési intézmények is felismerték már. Az iskolában a nappali és a felnőtt oktatási létszám az 700 fölött van. Tehát az azt mondhatom, hogy elég, de még mindig vannak olyan hiány szakképesítések, amelyek itt a megyében, a térségben hiány szakképesítésnek minősülnek, tehát keresettek. Azokban még tudnánk beiskolázni, hiszen a környező vállalatok igényei folyamatosan jelentkeznek irányunkba. Ugye mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk ezekkel a cégekkel, jelzik az igényüket egyrészt, hogy milyen végzősökre lennének szükségük, meg azt is, hogy esetleg milyen irányba indítsunk képzéseket a közeljövőben. A pályaválasztási kiállítás megnyitóján Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, szükség van a képzett szakemberekre. Azt mondta, a kormányzat kiemelt figyelmet fordít a dolgozók megbecsülésére, ezért a bérminimumot, ami pár éve még 79 ezer forint volt, jelentősen megemelte. A szakmunkás minimálbért, a garantált bérminimumot is a kormány a munkaadókkal egyeztetve egy 6 éves program keretében két lépcsőben emelte 17. január 1-én is emelkedett, most 160.500 forint, és január 1-től 180.500 forint lesz a legkisebb garantált bérminimum, ami Magyarországon a szakképzett munkaerőnek adható. A szakképzésben a duális oktatás is egyre fontosabb. Ez azt jelenti, hogy a diákok az iskolai tanműhelyek mellett a cégeknél is gyakorlatot szereznek. Sokan az iskola befejezése után ott is helyezkednek el. Majdnem, hogy minden ágazatban, illetve már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is egyre több cég jelezte a kamara felé, hogy egyrészt azért is szeretne most már tanulóképzéssel foglalkozni, mert munkaerőpiaci problémái vannak. Nagyon sok mesterember elmegy nyugdíjba, nincs utánpótlás, nem jelentkeznek a munkahelyre, és szeretnék ők is most már ebből a forrásból, a tanulóképzésből kinevelni saját maguknak a munkaerőt. A Tiszavasváriban tartott pályaválasztási kiállításon a térségben működő nagyvállalatok mutatkoztak be. Az állásbőrzét 8 évvel ezelőtt a továbbtanulás előtt álló diákok miatt szervezték meg, már azonban térségi szinten jelennek meg a rendezvényen a munkaadók. A brüsszeli vezető politikusok támogatják a soros tervet, miszerint évente legalább 1 millió migráns kerülne az Európai Uniós országokba. Ez ellen szeretne fellépni a kormány, hangzott el kedd délután a Nemzeti Konzultációs Fórum Máté Szalkai állomásán. Bánki Erik, a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke kiemelte, az elmúlt évek terrorcselekményei bizonyítják, hogy a migránsok korlátok nélküli beengedése felelőtlen lépés. Hozzátette, nem csak az európai nagyvárosokat érinteni a betelepítés, hanem a kisebb magyar településeket is. Ha nem tudjuk megvédeni Magyarországot, az nem csak a budapesti, illetve a nagyvárosi polgárokat érinti, hanem az egész országot. Ne felejtsük el, hogy a mostani kvóták szerint 5 év alatt körülbelül egy Szeged városnyi, tehát 160 ezer ember érkezne Magyarországra, és értelemszerűen az országon belül ez aztán minden területet érintene. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarország polgáraival összefogva meg tudjuk védeni az országot, mi nem engedünk az álláspontunkból. 25 éves a Nyírségvíz ZRT és 100 éves a Magyar Hidrológiai Társaság. A két társaság közös előadóülés szervezett Nyíregyházán. Utóbbi több mint 3000 tagot tömörítő társadalmi szervezet feladata, hogy előmozdítsa és lehetővé tegye az ismeretek és tapasztalatok cseréjét a víztudományok területén dolgozó szakemberek között.
A Nyírségvíz ZRT országos szinten a 10. legnagyobb vízi közmű társulat ma hazánkban. Az ivóvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. A Magyar Hidrológiai Társaság a vízzel foglalkozó tudományok és szakterületek művelésére alakult társadalmi, tudományos és szakmai egyesület. Ebben többek között geográfusok, geológusok, kémikusok és orvosok vesznek részt. Az MHT kapcsolatban áll több külföldi társ egyesülettel és nemzetközi szakmai szövetségnek is tagja. 17 szakosztálya felöleli a hagyományos vízügyi szakterületeket, mint például az árvízvédelem és a vízgazdálkodás, valamint a környezet és természetvédelem szakterületeit, amelyhez többek között a szennyvíztisztítás és a vizes élőhelyvédelem tartozik. A Nyírségvíz ZRT jelenleg hazánk 10. legnagyobb vízi közmű társulata a 41 működő közül. Két nagyobb bővülésük óta jelenleg 87 település lakóinak biztosítja a szolgáltatásait. Az előadó ülésen több témát is érintettek a szakemberek. Egy kicsit az ágazat helyzetét szeretnénk felvillantani. Aztán a vízminőségjavító, illetve a szennyvizes projektek, amiből szép számmal volt itt a működési területen, és már sikeresen lezárultak, és ezen túlmenően még a beruházás tervezésről és az iszapkezelésről lesz egy rövidebb előadás. A társaság 2016-ban több mint 8 milliárd forintos bevétellel zárta az évet, az idei felújításokra ennek az összegnek a 20%-át fordítják. A Nyírségvíznek jelenleg több mint 2560 kilométer hosszú ivóvízhálózata van. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhető, hogy a teljes működési területen jó a vízminősége. A mi feladatunk üzemeltetőké az, hogy a pótlófelújító beruházásokat végezzük el. Ezek szép számban lesznek, milliárdos nagyságrendben jövőre is, ezeknek már megvannak a tervék, ezek nem látványos beruházások, de folytatódik a csatornázás, és több kisebb projekt folyamatban van, vagy indul. A vízi közmű szolgáltatás 2012-ben kezdett új fejezetet, amikor egy törvénymódosításnak köszönhetően új fogalmakat és szabályokat vezettek be az ágazatba, hangzott el az ülésen. Több mint 42 ezeren élnek ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében cukorbetegséggel, Magyarországon pedig 750 ezer azon diabéteszesek száma, akikről tudnak. A népbetegség leginkább a nőket veszélyezteti. Éppen ezért idén, november 14-én, a Diabétesz világnapján a nők álltak a figyelemfelhívó kampány középpontjában. Minden év november 14-én az inzulin feltalálójának, Frederick Banting kanadai orvosnak a születésnapján rendezik meg a Diabétesz világnapját. A cukorbetegség világviszonylatban is az egyik legtöbb embert érintő betegség. Jelenleg 415 millióan élnek vele, ebből 199 millió nő. Utóbbi szám 2040-re előreláthatóan 303 millióra fog növekedni. A nőknél a várandósok a legveszélyeztetettebbek. Nálunk 7-ből 1-nél alakul ki terhességi diabétesz. Közülük pedig mintegy fele szenved később 2-es típusú cukorbetegségben. A cukorbetegek világnapjára szervezett kampánynak a középpontjába idén éppen ezért a nők álltak. A nők és a cukorbetegség. Egy egészséges jövőért elnevezésű figyelemfelhívás célja az volt, hogy a diabétesszel élő nőket arra bíztassa, kerüljenek mindennapi prioritási listájuk elejére az állapotukkal kapcsolatos teendők, a többi alapvető feladat mellé. A nők megszólítása és edukációja azért is fontos, mert gyakran az egész család étrendjét ők állítják össze. Így kiemelt szerepük van a diabétesszel kapcsolatos ismeretek elsajátításában és átadásában. Ezáltal pedig tágabb értelemben egy egészségesebb jövő kialakításában. Ez egy nagyon súlyos kor, mert nincs tünete, nem veszük észre, hogy cukorbetegek vagyunk, ezért fontos az, ezt egyesületünk is forszírozza, hogy minél többen mérjék a vércukrukat, figyeljenek oda a mozgásra, figyeljenek oda a diétára, és akkor tulajdonképpen ez a megelőzhető, ez a súlyos kor. A Diabétesz világnapján Nyíregyházán és a megyében is számos figyelemfelhívó rendezvényt és szűrést tartottak. Ez azért is fontos, mert Magyarországon az elmúlt években megduplázódott a cukorbetegek száma. A statisztikák szerint Magyarországon 750 ezer diabéteses beteget tartanak számon, és közel ugyanennyien vannak, akik nem tudják, hogy cukorbetegek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 42 ezer a diabéteszesek száma. Most már könnyebb lesz, mint ahogy főorvos úr is mondta. Jön a e-recept, meg a
újság tulajdonképpen, és így most már kiszűrhetőek lesznek azok, akik kiváltják a cukorbeteg gyógyszereket, de még ez sem egy irányszám, mert minden regisztrált cukorbetegre jut egy olyan, aki még nem tudja, hogy cukorbeteg. Nagyon sokan úgy tudják meg csak, hogy cukorbetegek, hogy bizonyos szövődményeket fedeznek fel náluk, és kiderül, hogy már cukorbetegek. A cukorbetegség elsőre ijesztőnek tűnik ugyan, de könnyebb vele együtt élni, mint azt sokan gondolnák. Az érintetteknek csupán a diabétesz és a vércukorszint kontrollt az elsődleges teendők közé kell sorolniuk. Ezzel biztosítják az egészséges táplálkozást és kiegyensúlyozott életmódot. Mindenben az alacsony kalóriatartalmú édesítőszereknek lehet nagy szerepe, mivel az alacsony kalóriatartalmú édesítőszerrel ízesített ételek és italok kevesebb vagy nulla kalória bevételével nyújtják az édes íz élményét, miközben segítik a beteget a szénhidrát és általában a napi kalória bevitelük kordában tartásában. Tisztújító gyűlést tartottak a Fidesz nyíregyházi szervezetében, az eredményeket a politikai párt szerdai sajtótájékoztatóján ismertették. A szeptemberi titkos szavazáson 5 alelnököt választottak meg. Jászai Menyhért, Csók István, Szilvási István, Andó Károly és Petrusák János kapta meg ezt a titulust. A helyi szervezet elnöke pedig Halkóné dr. Rudolf Éva lett. A sajtótájékoztatón szó esett a Védjük meg Magyarországot címet viselő Nemzeti Konzultációs Fórumról is. Mint elhangzott, a soros terv elutasítása nem csak a határvédelmet jelenti, hanem meg kell védeni a munkát, a családot, a kultúrát és a jövőt is. Éppen ezért lehetőséget biztosítanak arra, hogy a lakosság elmondhassa véleményét, észrevételeit és kérdéseit, amire Nyíregyházán, a Kossuth téren és a Búzatéri piacon felállított standnál van lehetőségük. A sajtótájékoztatón a nyugdíjprémiumról is szólt Halkóné dr. Rudolf Éva. A Fidesz nyíregyházi szervezetének elnöke elmondta, a postások a napokban viszik ki a nyugdíjprémiumot az érintetteknek. Országosan ez majdnem 3 millió embert jelent. A nyugdíjprémiumnak jogszabályi háttere megvan. A nyugdíjprémium fizetésére viszont csak akkor kerülhet sor, ha az ország egy gazdasági teljesítményt fel tud mutatni. Magyarország a saját lábára állt, pénzügyileg stabil helyzetben van. Ezért elértük azt a meghatározott százalékos gazdasági növekedést, ami lehetővé tette a nyugdíjprémiumnak a fizetését. Nyíregyházán 20.465 év fölötti nyugdíjas van, de ahogy mondtam, a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is kapják ezt a nyugdíjprémiumot, tehát jóval több embert és jóval több családot érint ez. Nem pénzesőről van szó, hanem egy megbecsülésről, és egyébként pedig egy jogszabályi háttérrel rendelkező kifizetésről. Szeretnénk ezzel a nyugdíjasoknak, a nyugdíjasok környezetében élő családoknak a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó napjaikat megszépíteni. Hármas karambol történt tegnap este a Simai úton Nyíregyházán. Egy kivilágítatlan gyalogos került ki, egy személygépkocsi. A mögötte lévő autó azonban nem tudott reagálni a kikerülésre, és az első járműbe hajtott, valamint egy szemből érkező autóval is ütköztek. Az autóban keletkezett jelentős kár milliós nagyságú, személysérülés azonban nem történt. November 30-áig jelentkezhetnek a 2 millió forintos támogatásért azok a sportszervezetek, amelyek valamilyen sportági szakszövetségnek tagjai, és nem részesülnek sem TAOS, sem kiemelt sportágfejlesztési támogatásban. Erre a segítségre egy új kezdeményezés a Hiszek benned sport keretében van lehetőség. Az ezzel és más fejlesztésekkel kapcsolatos eredményekről tartottak fórumot és sajtótájékoztatót szerda délelőtt Nyíregyházán. 1989-ben 10 sportszervezet együttműködésével jött létre a Sportegyesületek Országos Szövetsége. Ma már 300 taggal rendelkezik az érdekvédelmi szervezet, amelynek célja, hogy támogassák a kis és közepes sportszervezeteket, valamint hogy a tehetséggondozáshoz kapcsolódó feladatokat megvalósítsák. Ennek érdekében indították el a Hiszek benned sportprogramot. A Hiszek benned sportprogramot az Emberi Erőforrások Minisztéria Sportért Felelős Államtitkársága meghirdette. A Sportegyesületek Országos Szövetsége lesz ennek a programnak a lebonyolítója. A programra olyan sportszervezetek jelentkezését várjuk, aki vagy sportági szakszövetség tagszervezete, ezen kívül sem TAO, sem kiemelt sportágfejlesztési támogatásban nem részesülnek. Tehát olyan sportág, akik ezekből a támogatási rendszerekből kiesnek, ők jelentkezhetnek erre a programra. A támogatás 2 millió forint lehet szervezetenként, a teljes keretösszeg pedig 150 millió forint.
A programra november 30-áig lehet jelentkezni. Ezzel kapcsolatban országos fórumot indítottak, amely lehetővé teszi a települések igényeinek és szükségleteinek a feltérképezését. Nyíregyháza a fejlesztések tekintetében az élen jár. Országjáró körúton vagyunk, és számtalan kedvező tapasztalatunk van, de nagyon komoly összehasonlítást is tudunk tenni a különböző települések között. A városvezetésével történt tárgyalás alapján beszélgetés során elmondhatom, hogy egészen kiemelkedő a város sporttámogatási rendszere, tehát rendszerbe gondolkodik az önkormányzat. Az az összeg, amit a sportra fordít, szabadidősportra, versenysportra, ennek a működtetésére kiemelkedő összegek, és komoly koncepció alapján jelenleg is létesítményfejlesztések folynak, ami azt gondolom, hogy a települések között, ha ezt értékeljük, akkor a legjobbak között van Nyíregyháza. Ezért a várost képviselő Nyíregyházi Sportcentrum nem is kaphatja meg ezt a támogatást. 7 tornaterem újult meg, fejlesztik a füves és műfüves pályákat, valamint a kondiparkokat, épül a jégpálya, és hamarosan az úszoda is kiemelt figyelmet fog kapni. Viszont a megyei kisebb települések sportszervezetei pályázhatnak a támogatásra. Ez egy nagyon fontos újabb lépés a megyei sportéletben, amely mind Nyíregyházának, mind pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sportéletének azt hiszem egy különleges lehetőséget ad, hiszen ezzel az együttműködéssel, amelyel mi szeretnénk segíteni természetesen a SOSZ-nak a munkáját, pontosan azokat a kis településeket tudjuk majd segíteni, amely kis településeken ezek a sportegyesületek már működnek, és az ő költségvetési forrásaik azok nem mindig teszik lehetővé azt, hogy minden programot megvalósítsanak úgy, ahogy szeretnék, és ez a 2 millió forintos támogatási lehetőség, ez egy hatalmas esély nekik arra, hogy lényegében biztosítsák az egész éves munkájukhoz szükséges forrásokat, és előrébb tudjanak lépni nem csak a helyi sportéletben, hanem a nyugodtan mondhatjuk az utánpótlás nevelés területén is, amelyel pedig egyértelműen hozzájárulnak ahhoz a célhoz, amelyet mind Nyíregyháza város, mind pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat kitűzett maga elé. Ez pedig az, hogy olyan sportolók kerüljenek ki a városból és a megyéből, akikre országos szinten is büszkék lehetünk. A mentalitással eddig sem volt gond, csak a szenvedéllyel, ez pedig a Békés Csaba ellen végre dolgozott a játékosokban, hangsúlyozta Lucsánszky Tamás, a Nyíregyháza Spartacus heti sajtótájékoztatóján. A vezetőedző kiemelte, a Vác ellen is nehéz mérkőzésre számít vasárnap, de reméli, hogy a Békés Csaba elleni teljesítményt és szenvedélyt ezen a mérkőzésen is hozni fogják játékosai. A nagy csapat mellett az egészen kicsik is pályára lépnek, az elkövetkező 2 hétvégén Nyíregyháza ad otthont a 4 korosztály már a meghirdetett Bozsik kupának. Akár a Nyíregyháza Spartacus is állhatna a 3. Vác helyén a tabellán, de állhat is majd esetlegesen, ha a nyíregyházi csapat győzelemmel zárja a Pest megyeiek elleni vasárnapi mérkőzést a labdarúgó MB2 18. fordulójában. Lucsánszky Tamás, a Spari vezetőedzője szerint azonban felesleges számolgatni és az esetleges helyezéseket nézegetni még, jelenleg a játékkal és a soron következő mérkőzésekkel kell foglalkozni. A Vác ellen pedig kimondottan nehéz találkozóra számíthatnak Rudolfék, igaz, a legutóbbi Békés Csaba elleni hazai 4-1-es győzelem talán végre egy gátat átszakíthatott a játékosokban, ami a csapat teljesítményén és eredményességén is tükröződhet majd. Lucsánszky Tamás szerint a mentalitással már korábban sem volt gond a játékosoknál, ellenben a szenvedélyt hiányolta eddig. A Békés Csaba ellen már a szenvedély is dolgozott az egész csapatban, és reméli, ez továbbra is kitart majd. A szenvedélybe beletartozik az önbizalom is, tehát most nagy önbizalommal és nagy nyerési vágyal léptünk pályára. Az akarattal soha nem volt problémán, tehát nem azért kaptunk ki, mert akarat gyengén futballoztunk volna, hanem egyszerűen az volt bennünk, hogy inkább és azért gondolom a szenvedélyt, hogy itt egyértelműen benne volt az, hogy nyerni szeretnénk. A korábbi mérkőzésen, amit hiányoltam, az, hogy elég kudarckerülően futballoztunk, abból nem lehet soha jól kijönni. Az utánpótlás számára is nagy megmérettetés következik, hiszen 4 korosztály, a 8, 9, 10 és 11 évesek számára 3. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Bozsik kupát a november 18-19-ei és 25-26-ai hétvégéken. A tornán olyan neves együttesek is részt vesznek, mint a Ferencváros, a Debrecen vagy az Olasz Foci Suli. A kupa elsőleges célja nem a versenyeztetés, hanem az alapok szélesítése. Éppen ezért a Spari is 2 csapattal képviselteti majd magát. Ez az a időpont most az, amikor két csapatunk is játszik egyszerre a pályán, az azt jelenti, hogy a A és a B csapatunk is, tehát hogy minden korosztályban ugyanezt próbáljuk, hogy minél több versenyzési lehetőséget adjunk a gyerekeknek. A 12 és 13 éves korosztály számára is rendeznek majd egy minitornát december 2. hétvégén,
Ezen többek között az Újpest, a Vasas, a Csíkszereda és a Debrecen csapata is képviselteti majd magát. December 20-án pedig a Continental Arena ad otthont a Bozsik Akadémia karácsony ünnepségének, amelyen több mint 300 fiatal kap majd ajándékot. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Jövőre 180.500 forintra emelkedik a szakmai bérminimum, képzett munkaerőből azonban egyre nagyobb a hiány. Már a térségben működő cégek is azzal küzdenek, hogy nem találnak megfelelően képzett munkaerőt. A probléma orvoslásában a szakképző intézmények is részt vesznek. 25 éves a Nyírségvíz ZRT és 100 éves a Magyar Hidrológiai Társaság. A két társaság közös előadülés szervezett Nyíregyházán. Utóbbi több mint 3000 tagot tömörítő társadalmi szervezet feladata, hogy előmozdítsa és lehetővé tegye az ismeretek és tapasztalatok cseréjét a víztudományok területén dolgozó szakemberek között. A Nyírségvíz ZRT országos szinten a 10. legnagyobb vízi közműtársulat ma hazánkban. Több mint 42.000-en élnek ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében cukorbetegséggel, Magyarországon pedig 750.000 azon diabéteszesek száma, akikről tudnak. A népbetegség leginkább a nőket veszélyezteti. Éppen ezért idén november 14-én a Diabétesz világnapján a nők álltak a figyelemfelhívó kampány középpontjában. November 30-áig jelentkezhetnek a 2 millió forintos támogatásért azok a sportszervezetek, amelyek valamilyen sportági szakszövetségnek tagjai és nem részesülnek sem TAOS, sem kiemelt sporták fejlesztési támogatásban. Erre a segítségre egy új kezdeményezés, a Hiszek benned sport keretében van lehetőség. Az ezzel és más fejlesztésekkel kapcsolatos eredményekről tartottak fórumot és sajtótájékoztatót szerda délelőtt Nyíregyházán. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 15-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A hazánktól délre örvénylő mediterrán ciklon átmenetileg közelebb került térségünkhöz. Az előttünk álló éjszaka eleinte derült idő várható, majd kissé megnövekszik a felhőzet. Párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggel általában mínusz 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb, napos időszakokkal. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincs térségünkben. A folytatásban a hét további részében általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, és péntek délutántól kezdve vasárnap délelőttig kell több alkalommal esőre, záporra számítani, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Éjszakánként már csak kevés helyen süllyed fagypont alá a hőmérséklet, napközben döntően 10 fok alatt alakulnak a maximum értékek.